Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Parlamenti Pillanatok című adásunkat látják itt az XVTV-n és YouTube csatornánkon is. Vendégünk a stúdióba Barkóczi Balázs országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Megkezdte a munkát az országgyűlés, és a kormánypárt, a kormány rögtön már hozott egy falsúlyos intézkedést. Ezt hogy értékeli, képviselő úr? Hát kezdjük egy kicsit messzebbről, ugye ezt az intézkedést megelőzte az, hogy a kormány rögtön bejelentette a háborús veszélyhelyzetet. Ezért mondom én azt, hogy úgy látszik, a Fidesz a hatalomnál csak egy dolgot szeret jobban, a még több hatalmat. Ugyanis úgy látszik, hogy most már veszélyhelyzetbe fogunk bukdácsolni, amíg a Fidesz van kormányon. Május 25-én, vagyis kedden egyszerre volt tömeges bevándorlás, okozta válsághelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet és háborús veszélyhelyzet Magyarországon. Ez a három egyszerre. Nézze, gondolom itt az extra profitadóra céloz, ez szerintem egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Orbánék az elhibázott gazdaságpolitikájuk árát ismét a magyar emberekkel fogják megfizettetni, ugyanis miről szól a nagy cégek extra profitjának a megadóztatása? Arról, hogy ezek a nagy cégek nyilván nem maguk fogják ezt kifizetni, hanem a szolgáltatásaik árát fogják emelni, és mi fogjuk megfizetni mindannyian ennek az árát. Szerintem ez egészen felháborító, de akinek volt füle, hallotta, akinek volt szeme, látta már a választások előtt, hogy bizony ez a kormány megszorításokra készül. Azt én magam sem gondoltam volna, hogy már az új kormányzást egy megszorítással fogják indítani, de azt hiszem, hogy erre számíthatunk az ötödik Orbán kabinettől. Az, hogy most már közel 400 forint egy euró, folyamatosan emelkednek az árak, az infláció az egekben, hogy lehet ezt megállítani? Hát kormányváltással lehetne megállítani egyrészt, ugye ennek a lehetősége most április 3-án elment, de a demokratikus koalíció mindig is azt mondta, hogy az euró mielőbbi bevezetésével az nem lehet, hogy itt vagyunk Európa közepén, egy olyan helyen, amit számtalan olyan ország vesz körbe, amire már az euróvezetnek a része, itt pedig a nemzeti valuta egyre inkább inflálódik. Ugye múltkor a parlamentben Rétvári Bence államtitkár úr dicsekedett azzal, amellett, hogy szerinte a magyar gyerekeket megvédték egy érvénytelen és eredménytelen népszavazással, hogy 10%-os pedagógus béremelést hajtottak végre. Ez nagyon fontos, hogy nem az alapbért emelték, hanem a pótlékokat. Tehát ez a 10% is mire volt elég, hogyha ugyanekkora mértékű az infláció, nyilvánvalóan semmire. Tehát én azt tudom mondani, hogy minden gazdasági problémának az elsődleges megoldása egyrészt a kormányváltás lenne, másrészt pedig az euró mielőbbi bevezetése, és mi azért is fogunk dolgozni a parlamentben. Képviselő úr most említette az oktatás kérdését. Ahogy elkezdődött a parlamenti munka, már többször is hallottuk felszólalni oktatási ügyi kérdésekben. Ez miért van, és esetleg most akkor a képviselő úrhoz fognak tartozni az oktatásügyi kérdések? Hát egyrészt ezt azért van, mert gondolom a nézők is tudják, legalábbis hallottak róla, remélem a legtöbben, de hogyha nem, akkor most elmondom, hogy én eredetileg gimnáziumi magyar tanár vagyok, középiskolai magyar tanár a többi végzettségem mellett, és 12 évet dolgoztam a közoktatásban, középiskolában tanítottam magyar nyelv és irodalmat, és igen, a frakcióban, a Demokratikus Koalíció frakciójában én leszek az oktatás politikáért felelős képviselő, úgyhogy nem csak az oktatás egészét próbálom meg nyilvánvalóan képviselni a házban, hanem ezen belül is a 15. kerületi tanárok és óvodapedagógusok problémáit is megpróbálom bevinni a döntéshozók elé, hogyha máshonnan nem, legalább onnan értesüljenek róla, és egyfajta megoldási alternatívát kínálok. Azt, hogy ez a Fideszt mennyire hatja meg, vagy ezeket a megoldási javaslatokat mennyire fogadják meg, ebben nyilvánvalóan nincsenek illúzióim, főleg itt a negyedik kétharmad után, de én azt hiszem, hogy egy képviselőnek, főleg, hogyha egyéni választókerületben választották meg országgyűlési képviselőként, akkor igenis feladata és kutya kötelessége, hogyha azokról a problémákról, amit hall a választókerületében értesül, akkor ezt a döntéshozók elé tárja. Ezeket a felszólalásokat bárki meghallgathatja a képviselő úr Facebook oldalán. Én meghallgattam őket, számomra ezek úgy hangzanak, mint egy segélykiáltás. Jól érzékeltem? Azt hiszem, a pedagógusok, bármit mondjon is a kormány, és bármit mondjon is Maruzsa államtitkár úr, Azbej Trisztán államtitkár úr, vagy akár Rétvári államtitkár úr, még soha nem voltak ilyen kétségbeesett helyzetben, mint ma. Hagy meséljek el egy példát, a
Az alkotmánymódosításhoz a kormány benyújtott, akkor még ügyvezető kormányként egy úgynevezett csaláta törvényt, ugye ez a nagyon sokoldalas törvény, amiben különböző oda nem illő dolgokat vagy korlátozásokat tudnak elrejteni abban a reményben, hogy talán azt az ellenzék vagy az újságírók nem veszik észre. Ehhez a saláta törvényhez a Törvényalkotási Bizottságban, aminek tagja vagyok, beadtak egy módosító indítványt, ami csökkenti és korlátozza a pedagógusok sztrájkjogait, ugyanis kimondja azt, hogy a sztrájk alatt is az óráknak a minimum 50%-át meg kell tartani, nem lehet összevonni osztályokat felügyeletre, érettségi előtt álló osztályban órák nem maradhatnak el. Úgy látszik, a kormány megijedt a polgári engedetlenségi mozgalomtól, amit a pedagógusok kezdtek el néhány hónappal ezelőtt, és minden áron vagy minden módon megpróbálja korlátozni az ő mozgásterüket. Mi úgy gondoljuk, hogy a sztrájk alapjog, de nyilván ennél sokkal súlyosabb és messzebbivő problémák vannak. Hadd soroljak fel egy párat. Több mint 6600 pedagógus hiányzik például a közoktatási rendszerből egyrészt. Másrészt a pedagógusok alapbére még mindig a 2014-es minimálbérhez van kötve. Ez azt jelenti, hogy egy kezdő pedagógusnak az alapbére a 173.000 forint. Pedagógus hiány van szerte az országban, ami most már nem csak a vidék Magyarországát és a kis településeket érinti, hanem budapesti kerületeket is érint. A közoktatásban és az óvodákban is, ugye ezt a felszólalásomban is elmondtam, hogy a 15. kerület óvodáiban 27 pedagógus, óvodapedagógusi álláshely betöltetlen, 22 határozatlan idejű és 5 határozott idejű. Ezt az önkormányzat hogy próbálja meg megoldani? Nyilvánvalóan nagyon szűk itt a mozgástere, tehát 14 nyugdíjas korú óvodapedagógus részmunkaidős alkalmazásával, amire a munkatörvénykönyve nyilvánvalóan lehetőséget ad, de ugye azt senki nem gondolja, hogy ez hosszú távú megoldás. A hosszú távú megoldás a pedagógusok jobb megbecsülése lenne, jobb munkakörülményeknek a megteremtése, erkölcsi, anyagi megbecsülés, tehát egy béremelés is. Erre a kormány nyilvánvalóan és láthatóan nem hajlandó. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz került most ugye az oktatás is, és a belügyminisztérium felel az egészségügy mellett az oktatásért. Pintér Sándor belügyminiszter úr a bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy nem ígér semmit, és akkor legalább az be tudja tartani. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy túl sok az iskola, és iskola bezárásokra is fel kell készülni. Tehát mit ígér az 5. Orbán kormány az embereknek és a pedagógusoknak? Az, hogy lesznek iskola bezárások, viszont nem lesz béremelés. Ez szerintem egészen vérlázító, és valóban ezek a felszólalások és a hozzám eljuttatott üzenetek, személyes megkeresések, levelek, történetek is azt bizonyítják, hogy a pedagógusoknak ez egyfajta segélykiáltás, amit viszont egy oktatáspolitikusnak, egy egyéni választókerületben megválasztott politikusnak is meg kell hallania. Mit gondol a képviselő úr, mikor lehet ebben a dologban változás? Még több tanár fogja elhagyni a szakmáját? Ugye tudjuk azt, hogy a pedagógus társadalom előregedő, tehát nagyon sokan mennek nyugdíjba, nagyon kevés a fiatal pedagógus. Mi lehet ennek a vége? Hát én bele sem merek gondolni, hogy mi lehet ennek a vége. Én úgy gondolom, hogy most, hogy a belügyminisztériumnak egy ilyen huszadrangú valami fajta futottak még tárcájaként hozzácsapták az oktatást is, a helyzet nem fog változni, sőt, hogyha lehet azt mondani, még romlani fog. Félő az, igen, amit ön is említett, hogy egyre több pedagógus fogja elhagyni a pályát, és megint csak azt tudom mondani, amit az előbb, nyilvánvalóan a pedagógusok megbecsülése az létszükséglet, a béremelésük létszükséglet, emellett pedig a kormányváltás lehet a megoldás minden ilyen problémára. Azt már világosan látjuk, hogy az Orbán kormánynak nem fontos az oktatás, nem fontos az egészségügy, nem fontos az, hogy kik fogják megfizetni azokat az új adónemeket, amiket ők kivetnek névleg a cégekre, de valójában az emberekre. Egy dolog fontos, a stadionépítés, és az, hogy saját nagyszerűségükben tudjanak továbbra is fürdeni. Ez nem fog semmi jóra vezetni szerintem. Köszönjük szépen, hogy tájékoztatott minket az oktatás helyzetéről, és reméljük sikerül majd ezekben a dolgokban elérni előrelépéseket, mert hát az oktatás az mindenki számára nagyon fontos Magyarországon. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma a stúdióban. Én köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, jövő héten újra találkozunk, viszontlátásra!